Több mint 150 versenyző, köztük 10 külföldi csapat állt rajthoz szombaton a 42. Gemes nagydíj második paksi szakaszán. Az indulóknak ezúttal 21 kört, azaz 70 kilométert kellett teljesíteni a Kishegyi, a Gesztenyés, a Kölesdi és Újtempomuti körpályán. Itt a Kishegyi utcának a tetején van egy hegyi hajrá, két alkalommal sprintelnek oda a versenyzők, és a befutóvonalra pedig menet közben 21 körben még két részhajrá is lesz, és a 21 kör végén pedig meglátjuk, ki nyeri a paksi nagydíjat. A tavalyi magyar bajnok Rózsa Balázs a szuperbeton menője, az első nap szexáli szakaszát a 8. helyen zárta, roppant erős mezőnyben, így joggal bízhatott a paksi jó szereplésben. A pálya az nagyon kemény, ez az emelkedő a végén szerintem meg fogja rostálni a mezőnyt, főleg 21 kilométer vagy 21 körön keresztül. Én saját magamtól azt várom, hogy a mezőny első harmadában tudok teljesíteni. Tegnap 8. lettem, ma szeretnék előrébb végezni, akár a dobogóra kerülni. A 42. Gemenc nagydíj paksi versenyéről bővebben a Keddi Sportmagazinban, a Lelátóban számolunk be.